No, tehát tiszteletem mindenkinek újra. F-14-nek a fegyverzetét fogjuk most kivesézni. Fontos azt hozzátenni már a videónak az elején, ugye, hogy levegő rakétákat fogunk csak használni. Tehát ugye most a levegő föld részét azt kihagyjuk. Tehát most nem bombázunk, nem támadunk földi célpontokat. Tehát ténylegesen csak légi harcra fogunk fókuszálni. És hát elmagyarázom, hogy a rakétákat ugye hogyan lehet kilőni, mind a három típust. Annyit még hozzátennék, hogy én egy ilyen random jött-ment játékos vagyok, így tehát nem játszok profi szinten DC World-öt, és a videót azt többnyire ilyen konyha nyelven fogjátok hallani, de talán az még a legeslegjobb, mert így megérti egy kezdőjátékos is, hogy miről is van szó. No, tehát kezdjük el. Ugye jelen pillanatban az F-14-em három típusú rakéta van felszerelve. Az egyik az AIM-9M Siderwing típusú rakéta. Tehát ugye itt ez a külső. Ugye ez megtalálható jobb és bal oldalt is. Ezt ugye közel harcra szokták használni, ezt a rakétát. Tehát kilövöd egy 3-4 kilométeres távolságban körülbelül, és szépen ugye elkapja az enemy repülőgépet. Ennek a rakétának a hátránya talán annyi, hogy egy az, hogy ugye kicsi a hatótávolsága, a második az, hogy ki lehet flerezni. Úgyhogy nagyon-nagyon meggondoltan kell vele igazándiból játszani. A második rakéta, ami egy kicsikét ugye beljebb helyezkedik el a szárnyon, az az AIM-7M Sparrow típusú rakéta. Ez ugye radar vezérelt rakéta, ami ugye azt jelenti, hogy ugye be kell mérni az enemy repülőgépet radarral, tehát ugye a radar befogja az ellenséges gépet, és miután befogta a radar, azután lehet kilőni a Sparrow rakétát. Ugye a Sparrow rakéta onnan tudja, hogy merre kell repülnie, hogy az F-14-gyel folyamatosan kommunikál. Tehát ez az egész az úgy néz ki, hogy van az F-14, az F-14-nek a radarja befogja az ellenséges repülőgépet. Innentől fogva ugye az F-14 az már úgymond kommunikál az ellenséges repülőgéppel, majd kilőjük rá a Sparrow-t, és a Sparrow folyamatosan kérdezi az F-14-et, hogy merre menjek, merre menjek, merre menjek. Az F-14 meg ugye úgy válaszol neki, hogy merre menjen, hogy a radarral követi az ellenséges gépet. Tehát lényegében ez egy ilyen ördögi körnek is akár lehetne hívni. Ugye ennek a hátránya az az, hogyha az ellenséges gép kikerül a radarnak a képernyőjéről, tehát a radar elveszíti a kapcsolatot. Ez ugye lehet azért is, mert mondjuk az ellenséges gép egy hegy mögé repül, vagy esetleg olyan manővert csinál, amivel megzavarja a radar, tehát nem tudja a radar már lekövetni, vagy esetleg én csinálok olyan malőrt a géppel, ami miatt ugye elveszítjük a befogást. Abban az esetben a Sparrow nem fog tudni válaszolni az F-14, hogy merre repüljön, ergo a Sparrow az önmagában fog már csak repülni. Tehát lényegében vagy felrobban a levegőben, vagy belecsapódik a földben, tehát onnantól fogva az a kilőtt Sparrow az használhatatlanná válik. A Sparrow az egyébként ugye ható távolságra, ő már egy ilyen hát 7-8 kilométernyire lévő repülőgépre már simán rá lehet egyébként ugye lőni.
És aztán, ami van a repülőgépnek a hasán, ugye 4 darab Phoenix AIM-54 Phoenix rakéta, itt ami ugye van, ezek üzemanyagtartályok. Majd ezekről is szó fog esni, hogy hogyan lehet ezeket ledobni, valamint ugye majd a flerezésről is fogok beszélni. No, tehát térjünk vissza ugye AIM-54 Phoenix rakéták. Tehát ugye ez úgy néz ki, ugye Phoenix rakéták azok az F-14-nél úgy néznek ki itt a DC World-ben, hogy látjuk az ellenséges gépeket ugye a radaron. Ugye átlagban a radart ugye be lehet állítani, hogy hány kilométerre lássunk vele el, tehát ugye előre. Én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen 40 kilométer az bőven elegendő, de tehát ergo 40 kilométert, hogyha lefordítunk, akkor az ugye azt hiszem 25 mérföldnek felel meg. Tehát ugye 25 mérföldre szoktam én beállítani a gépet, viszont láttam a videókban, hogy mások ilyen 50 mérföldöket szoktak beállítani. Hát az 50 mérföld szerintem az én 54-esnek azért az sok. No, tehát beállítjuk a radart 25 mérföldre, és ahogyan ugye belépnek a 25 mérföldes körzetben az ellenséges gépek, ugye hogy a radaron megjelenik. Onnantól fogva Jester szépen beméri a gépet, mondjuk az egyik vadászgépet, vagy legyen ez bármilyen repülőgép, szépen az egyiket beméri, és ugye, de ezt fogjátok látni, ugye a monitoron majd elkezd villogni a cél. És amikor villog a cél, akkor az azt jelenti, hogy indíthatjuk rá a főnixet, és mi szépen kilőjük az egyes főnixet majd az egyes célra. Amikor kilőttük az egyes rakétát, ugye a főnixet, akkor ugye Jester fogja magát, és átállítja az F-14-et a második célpontra, tehát a második repülőgépre. Majd amikor kilőjük a második rakétát, akkor Jester fogja magát, és ráállítja majd a harmadik repülőgépre a radart, és akkor mi ki tudjuk lőni majd a harmadik rakétát is, tehát a harmadik főnixet is. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ugye ez automatizálva van szerencsére, tehát Jester folyamatosan azt csinálja, ugye, hogy ahogyan én kilövök egy rakétát, úgy új célpontot keres. Kilövök egy rakétát, új célpontot keres. Ugye a Phoenixről még azt nem említettem, hogy ugye ha a Phoenixet kilőjük, akkor onnantól fogva a Phoenix az magától fog repülni, tehát nem kell oda az F-14. Tehát én akár még katapultálni is tudnék az F-14-ből, a Phoenix az akkor is célba fog érni, mert ugye a Phoenix szóval úgymond az F-14 a kilövés előtt már beprogramozza. Tehát már megmondja neki a repülőgép, az F-14-nek a fedélzeti számítógépje, hogy majd merre repüljön. És hát a Phoenix azt tudni fogja, tehát ergo lőd ki, aztán felejtsed el kategória. No, hát rakétákról így körülbelül ennyit tudnék ugye elmondani. A Phoenixről, ja igen, még ezt akartam, hogy a Phoenixről még annyi, hogy nincs benne sok hajtóanyag, tehát nafta, ami ugye azt jelenti, hogy magasan és gyorsan kell nekünk kilőni a főnixeket, mert hogyha kilőjük egy 1000 km per órás sebességnél, akkor a főnixek már annyival fognak kezdeni. Tehát minél gyorsabban repülsz, minél magasabban vagy, annál nagyobb az esélye annak, hogy a főnix azt telibe kapja az enemi gépet 30-40 km-ről. Oké? Okay. No, üljünk be a pilóta fülkébe. És hát a nap az nagyon-nagyon szépen most pont ide süt. Mindjárt átállítjuk. Jó, ez így jó lesz.
Oké, pilóta fülkében hogyan tudjuk a fegyvereket aktiválni? Ugye most mi először kezdjük a Phoenix rakétákkal, és úgy fogunk kiemelni majd a szárnyon. Tehát velünk szemben van 4 darab enemy gép, tele vagyunk pakolva a rakétákkal, na de hát ugye hogyan kell ezeket életre kelteni? Tehát ugye itt a költői kérdés. No, elsősorban, ami rögtön szembe ütközik, van itt olyan, hogy MSL Prip, meg SV Cool. Ezt a kettőt a szépen off-roll on-ra állítjuk, igazándiból ezzel felkészítjük a rakétákat a kilövésre. Van itt mellette olyan, hogy Gun Rate, ez ugye az a rakétáktól ez egyébként eltér, de ha már itt van mellett, akkor beszélek róla. A Gun Rate az ugye azt jelenti, hogy milyen gyorsan lőjön majd a gépágyú, hogyha azt használjuk. Hát én lovon szoktam hagyni, mert hogyha esetleg célt téveztek, akkor azért ne lőjön el annyi lőszert ugye a tárból az F-14. Tehát jó ez lovon is, de aki akarja, az átállíthatja. Tehát fogjuk az SV Cool-t és az MSL Prip-et, ezt onra rakjuk, és itt van olyan mellette, hogy Master Arm. Ezt a kapcsolót is fogjuk, és majd onra fogjuk tenni. Ha ez ugye megvan, akkor ugye Jesternek a kijelzőjét a mi kijelzőnkre is ráirányítjuk. Ezt ugye egyébként már a felszállós videóban láthattátok. Tehát fogjuk, és ugye itt van, hogy HSD Display Mode. Ezt ugye egyszer majd lekapcsoljuk ezt a kapcsolót, és ugye akkor Jesternek a képernyője fog itt megjelenni. Valamint ugye itt van rengeteg mod, ugye HUD mod. Ez már előre most itt be van állítva, de hogyha nálatok nincsen beállítva, akkor ugye a HUD Air to Air modra kell rákapcsolni a HUD-ot. Oké? No, tehát hogy megmutatom most élesbe is, hogyan néz ez ki. Oké, tehát fogjuk. On. Kapcsoló fel. Kapcsoló ugye a HSD Display Mode le. Most már ugye látjuk Jesternek is a kijelzőjét. Jó. Most lényegében aktiváltuk a rakétákat. Egyébként ugye ilyenkor kell várni vele durván egy ilyen fél másodpercet, hogy magához térjenek a rakéták. De most már egyébként kilövésre készen állnak. Ha ez megvan, azután ugye jöhet a botkormány. Botkormányról is érdemes beszélni. Ugye a felszállásnál nem kellett használni, ugye mondtam is, hogy azt akkor ugye eltüntettük, de itt most már kell a botkormányon. Tulajdonképpen van egy piros kapcsoló, aminek most itt pont nem írja ki a nevét, de majd mindjárt megkeressük. Jó, tehát amit mi keresünk első körben, tehát amihez nektek is kell gombot hozzárendelni, ahhoz, hogy a botkormányon ez a kis piros kapcsoló, ezt ugye állítani tudjuk, hiszen ez ugye azért fontos, mert jelen pillanatban ugye off álláson van, jelen nézünk a pilóta fülkébe, akkor meg tudom nektek mutatni. Tehát per pillanat, ugye ez a kis kapcsoló, ez off állásban van. Ami ugye azt jelenti, hogy oké, persze élesítettem a rakétákat, de viszont ugye még ki is kell azt jelölni, hogy melyik rakétát akarom én kilőni. Ahhoz, hogy ezt a kapcsolót tudjátok kapcsolgatni, ahhoz ugye az imént mutatott felirathoz kell hozzárendelni egy billentyűzet kombinációt, amit majd most megint megmutatok nektek. Tehát ugye itt van. Elsősorban ugye Viewpoint Selector Down. Tehát ugye ez én nálam a bal alt és a hosszú őre van ráállítva, és az up
pedig ugye a bal alt, nem a balt, bal alt, a jobb alt, oké, még reggel van, tehát a jobb alt plusz ü betűhöz van ugye hozzárendelve. Ugye azért van a le és a felhez hozzárendelve billentyűzet, mert ugye most lehetne azt mondani, hát de elég ahhoz is csak hozzárendelni, hogy felfelé tudjuk kapcsolgatni. Ez nem igaz, tehát azért kell mind a kettőhöz hozzárendelni, hiszen ugye a Phoenix rakéta az itt a felső opciónál érhető el, és például az AIM-9M, ugye a Sidewind rakéta, az meg ugye a Phoenix alatt, tehát itt a Gán fölött, ugye ez az SV-nél van ugye az AIM-9M-nek a lehetősége. Tehát lényegében ugye ezt folyamatosan kell kapcsolgatni fel le. Oké? Tehát ezt a kettőt, ezt jelöljétek ti is ki. És hát írjátok be és rendeljetek hozzá valamilyen billentyűzetet, mert szükségetek lesz rá. No. Ha ez megvan, akkor én most ugye kiválasztom a legfelsőbb opciót. Igen ám, de most megint ugye mi történt? Kiválasztottam, odaugrott ugye az egér a legeslegfelső felirathoz, viszont ugye itt mi van kiírva? S és P. Na hát ugye ilyenkor mi van? Tehát ugye ez egyébként a Sparrow rakétát jelöli. Tehát ugye a radarvezérelt rakétát. De nekünk nem a radarvezérelt rakéta kell, hanem a Phoenix. És itt jön a csavar, hogy ezt a kis kapcsolót, ezt ugye le is lehet nyomni. És ezt a kapcsolót, ezt úgy tudjátok lenyomni, ha bejövünk a beállításokban megint, és megkeresitek azt, hogy Weapon Selector Press, tehát ezt beírjátok a keresőbe, és ehhez rendeltek hozzá egy billentyűzetet. De én ajánlom egyébként, hogy ezt már joystickhoz érdemes rátenni, ami rögtön így kéznél van. Ez nálam ugye per pillanat ugye az ötös gombon érhető el. Tehát hogyha most majd mindjárt lenyomom az ötös gombot a joystickon, akkor ugye át fog váltani Phoenix rakétára. Ha megint lenyomom ezt az ötös gombot a joystickon, akkor visszavált a Sparrow rakétára. Tehát ugye ezzel tudjuk váltogatni. Oké, mutatom. Tehát ugye ezzel tudjuk váltogatni. Jó, ráállítottuk arra, hogy Phoenix. Ha ez is megvan, akkor most jön majd a csoda. Jesternek szólunk egy-két ügyben, hogy kezdjen intézkedni. És hát onnantól fogva mehet igazándiból a Phoenix rakétáknak a kilövése, tehát mehet a buli. Jó, akkor ezt megmutatom nektek. Jó, tehát akkor Jesternek szólunk, bemegyünk a radar beállításokba, átállítjuk a radart Track While Scan autóra. Ha ez ugye megvan, akkor beállítjuk a radarnak a lefedését. Ugye itt megvan adva mérföldekben, 25 mérföld, az ugye 40 km, 50 mérföld, az 80. Sokan 50 mérföldre szokták ráállítani, de mi maradjunk a 25-nél. Tehát 25 az ugye 40 km. Ráállítjuk 25-re, és ugye most eltűntek az ellenséges gépek a radarról, pedig ugye ott vannak előttünk. Ez ugye azért van, mert most csak 40 kilométert lát a radar, mert lehetséges, hogy át kéne állítanom 50 mérföldre, akkor ugye 80 kilométert fog rögtön látni. Hogy szólunk Jesternek, hogy állítsa át, ugye át is állította. És egyelőre még itt nem látok repülőgépeket, addig egyenesen szembe repülünk vele. És most lényegében ugye várunk, ameddig ugye bejönnek a radar képbe.
Jó, tehát ugye a Phoenix rakétát az akkor fogjuk tudni kilőni, amikor ugye az alsó monitoron, most már tiszta lehet látni, mert a joystickot eltüntettem, tehát ugye akkor tudjuk kilőni a Phoenix rakétát, ugye amikor elkezd villogni a monitoron az ikon. Na most léptünk be 80 km-es körzetbe. There's a bandit, 115, 43 miles. Okay, there's a bandit, 115, 42 miles. Jó, és ugye amit mondtam a videónak az elején, hogy Jester automatikusan fogja majd a célokat kiválasztgatni, tehát nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Egyelőre még mindig várunk. We have an enemy two ship, Bra, 115, 28 miles. Jó, megnézzük a 40 km-t. You got it. És most fognak belépni majd ugye a 40 km-es hatótávolságba, ami ugye azt jelenti, hogy indítható lesz majd mindjárt a Phoenix. És ugye most már villog igazándiból a kis ikonja, 40 km, sebességünk az megvan hozzá, magasság megvan hozzá, és akkor indítsuk. Egy Phoenix kiment. Mehet a második Phoenix. Kiment a második is. Okay, we're on. Aha, és ugye már lehet is látni, hogy ott jönnek velünk szembe. Mehet a harmadik Phoenix. És végül a negyedik. Jó, tehát kilőttük mind a négy darab Phoenixet, és most megnézzük, hogy mire jutnak. Jó, tehát kettőt lelőttünk, igazándiból nem is bánom, hogy nem is hármat szedtünk le elvileg. Egy, kettő. Így van, kettőt sikerült lelőni, mert ugye az egyik gépre három darab Phoenixet lőtt ki. Jesternek talán ugye ez a hátránya, hogy nem mindig válaszgatja ki, tehát kiválasztja, csak valamikor ugyanazt a gépet, és ezt már többször is megfigyeltem, hogy nem mindig akar úgy működni, ahogy amúgy kellene neki. De most ezt nem bánom, mert most akkor így tovább meg tudom mutatni a többi rakétát is. Egyébként lehetséges, hogy csak nálam van valami beállítási hiba, sőt biztos, és ugye az miatt van ez. No, tehát a Phoenixek egyébként azok így nagyjából így működnek. Jó, tehát ugye kiválasztottuk a Sparrow rakétát. Ugye a Phoenixről a Sparrow. És akkor most nézzük meg ugye a radart. Nyomjunk egy A betűt, szólunk Jesternek. Ezt itt T-lockra rámegyünk, és target. Kiválasztjuk. Kiválasztottuk ugye a targetet. Most megállítom a játékot egy aktív szünetbe. Tehát ugye kiválasztottuk a célpontot az imént látottak alapján. De mi van akkor, hogyha egy másik célpontot ugye akarunk kiválasztani, akkor ugye mire kell rámenni? Tehát akkor lenyomjuk az A betűt, bejön ugye újra a Jesternek a menüje, és van az a Break Lock opció, hogyha erre rámegyünk, akkor ugye leveszi róla a célt. És lényegében, hogyha most újra elindítjuk a repülőt, akkor ugyanazt eljátszódjuk be vele, ezt itt illok, target. És most ugye átugrott lényegében a másik repülőgépre,
a radarlok. No, hogyha ez megvan, akkor van itt olyan kapcsoló nekünk, hogy VDI display mod, hogyha erre rámegyünk, akkor ugye ráközelít a repülőgépre, tehát radaron látjuk, vagyis hát ugye kamerán keresztül ugye látjuk a repülőgépet, tehát szemmel láthatóan is le tudjuk követni. Ezt nem kötelező egyébként, ez csak egy ilyen plusz info, de én egyébként rá szoktam így menni. Lényeg az, hogy ha ugye le lett lokkolva az enemy repülőgép, és ugye tartjuk a lokkot, akkor innentől fogva ugye a Sparrow rakéta az már indítható lesz. Ha még egy kicsikét közelebb repülök hozzá, az ugye 8 km, 8, 2, 8, 1. Jó, és kilőjük a Sparrow-t. Hát ugye ebből a távolságból szerintem simán el fogja tudni kapni. És ugye, mint lehet látni, hogy én a gépet, hogyha kicsit elviszem jobbra, annak ellenére a radar még mindig leköveti. Vagyis hát Jester folyamatosan próbálja ugye lekövettetni az ellenséges repülőgépet. És hát ugye meg is lett. No, tehát ugye a radar az igazándiból így néz ki. Ugye, hogyha újra akartok repülőgépet beméretetni, akkor ugyan azt csináljátok, ezt itt tilok. Rámentek, tehát ezt itt tilok. És a target. Jó, tehát igazából ugyanazt el kell ismételni, amit ugye az imént elsőre mutattam. Jó, tehát igazából a Sparrow az ennyi, ez baromi egyszerű. Tehát ebben nincs semmi nehézség. Jó? Oké. Aztán, ha nem akarjuk a Sparrow-t használni, hanem már nagyon-nagyon közel van az ellenséges gép, és mondjuk dogfight lesz, tehát közel harc, akkor ugye át kell váltanunk a Sidewinder rakétákra, tehát az AIM-9-emre. Ezt ugye úgy tudjuk megtenni, hogy a karon lévő gombot ugye egy lejjebb pattintjuk. És most ugye átálltunk a Sidewinder rakétákra, ugye mutatja is a hát, hogy kettő darabunk van. És ugye lehet hallani egy ilyen zümmögő hangot, hogy valami hasonlót. Mondjuk ezt most nem jól utánoztam le, de lényegtelen. Tehát erről a rakétáról annyit, hogy itt két mód van. Tehát kétféleképpen tudjátok ezt kilőni. Az egyik mód az az, amit most hallotok, megállítom a játékot. Tehát ugye most folyamatosan zümmög a Sidewindnek a visszajelzője. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy nem talált célt. Ugye célt azt akkor fog találni, hogyha ennek a kis keresztnek, vagy pozitív jelnek, ugye lényegében ide a közepe felé visszük a repülőgépet. Ez azért gáz, mert jó, most ezt egy bombázóval meg tudjátok csinálni, viszont most egy közelharcban, tehát egy dogfightban ez nem mindig fog menni, sőt, elég nehéz, nehezen lehet ugye ezt összehozni. De egyébként megmutatom, ugye, hogy ez hogyan néz ki. Most az imént lelokkoltuk a radarral. Ezt vissza lekapcsoljuk. 12 Szólunk Jesternek, hogy ne szóljon bele. Hagyjon minket békén. Jó, tehát ahogyan oda visszem a közepe felé ennek a keresztnek ugye az ellenséges gépet, akkor ugye megváltozik a hangja is, tehát jobban elkezd csipolni, ugye ami azt jelenti, hogy most lőhetem a rakétát. Igen ám, de hogyha én fordulok, akkor ugye nem tudom rá kilőni egyszerűen a rakétát, hiszen ugye nincs ott a kis célkeresztben a repülőgép. Tehát már egy ekkora differenciánál sem tudom kilőni rá a rakétát, mert egyszerűen ugye nem fogja be az F-14-es. Mit kell csinálni, hogy
hogy ez ugye máshogyan legyen. Van egyszer ugye a radar lokkolás, amit az imént Jester is csinált, belenyúlt, hogy rohadjon meg, megzavart. Van egyszer egy radar lokkolásunk, de én ezt nem szoktam használni, abszolút. Amit szoktam használni, és most jön a poénnak a lényege, kilépünk a beállításokba, és most megkeressük a joystickon lévő ötös gombot. Azt mondja, hogy ez 9-es volt. Itt van az ötös. Nem az ötös, 6-os kell. Na itt annyi gomb van, hogy már ezt én is benéztem. 6-os gombot, bocsánat. Ez a 9-es. Itt a 6-os. Tehát kék sim button. Remélem, így kell kiejteni. Ha nem, akkor nézzétek el. Tehát kék sim button. Tehát ezt megkeresitek a keresőben, és hozzárendeltek egy gombot, lehetőleg olyat, ami rögtön kéznél van. Ez ugye azt fogja csinálni, hogy a Sidewind rakétának ad egy keresőt. Ez a kereső azt hiszem 5 másodpercig él, és hogyha fog gépet, akkor lényegében ugyanúgy az ellenséges repülőgép az ugye lokkolva lesz, de nem radar által. Mármint nem, ahogy hívják által, minek nevezik, mindig elfelejtem, Jester által. Hát akkor nézzük ezt meg, ugye amikor ez a kereső feljez úgy életre kell, akkor ugye ott lehet látni, hogy simlock, ez ugye zölden fog világítani. Na hát akkor megmutatom. Lenyomom a... Ja igen, ugye napra is ki lehet lőni a rakétát, mert ugye hőt bocsájt ki, azért mint ugye azért zoomolt be, vagy azért sikolt be. Jó, lenyomom a 6-ost. Látjátok, most elkezd ugye ott zölden világítani a simlock. Most kikapcsolt, tehát ugye ez csak egy bizonyos ideig van így. Jó, teszünk egy kört, hogy a repülőgéptől távolabb kerüljünk. Tehát ha még egyszer ugye lenyomjuk, keresi a cél, de nem talál semmit, és lényegében ő maga ugye újra lekapcsol. Na, most azt fogjuk csinálni, hogy ráfordulunk. Jó, és most fogta be az ellenséges gépet a rendszer, és most rálövöm a Sidewind rakétát, akkor ugye egy az egybe eltalálta, tehát ugye úgy lőttem rá lényegében, hogy nem pont felé repültem, ugye, hanem kicsikét jobbra vittem el a repülőgépet. Tehát lényegében ugye ennek ez az előnye, hogy úgyis el tudjuk lőni, hogy pont nem szembe repülünk, vagy pont nem felé repülünk el, hanem kicsikét jobbra vagy ugye balra visszük el a gépet. Jó, és lényegében most már csak egy flare és a gépágyú maradt, hogy megmutassam nektek. Most már nincsen több ellenséges gép, úgyhogy a gépágyút azt most így random fogom megmutatni. Ugye a botkormányon kiválasztottuk a gépágyút. És hát itt lényegében ez baromi egyszerű, megfogjuk ugye azt a gombot, amit ugye kirendeltünk a lövéshez. Az ugye nálam a joystickon ugye így az egyes gomb, tehát ugye a ravasz. És hát lényegében lenyomjuk. És most ugye elkezdtünk lőni, és ugye amit mondtam nektek a videónak az elején, ugye itt van a gun rate, tehát az, hogy milyen gyorsan lője, most az ugye lobon van, átállítom magasra, akkor ugye gyorsabban dobálgatja ki a lőszert, viszont így ugye gyorsabban is ki fog folyni. Tehát ezt ajánlatos lovon, tehát alacsonyan, alacsony üzemmódon hagyni. Jó. Hogyha igazából ez is megvan, akkor már nincs több fegyverzet a repülőgépen, ugye,
amivel ugye levegőben tudunk harcot vívni, tehát igazándiból most már csak a földi célpontokat kell fegyverzet szempontjából megmutatom, de azt majd egy másik videóban. Oké, most igazándiból ami még van a videóból, az ugye a flare. Tehát a flareket fogom megmutatni, hogy azokat hogyan kell beállítani. Ezt is Jesterre fogjuk rábízni. Csinálja ő meg. Tehát szerintem egyszerűbb. Tehát ugye flare, az nagyon egyszerű lesz megint. Rámegyünk ugye az A betűre, nyomunk még egy A betűt. Bejön a második menü. Kiválasztjuk a CMS RVR módot. És itt lényegében rámegyünk arra, hogy autó. Flare mód. Bulti. Ugye itt az választottam ki, hogy hány másodpercenként mennyi flare dobjon ki. És hát lényegében ennyi. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogyha így beállítjátok a flerezést, hogy akkor hogyan fogja majd kidobálgatni a flert, hogyha rálőnek a repülőgépre ugye egy rakétát. És hát így igazándiból végeztünk. A videónak a végén most még fogtok látni majd egy közelharcot, egy AI által irányított MiG-21 vagy MiG-23-asokat fogok majd lerakni a mapon, és azt fogjátok látni, hogy majd azokkal hogyan ütközök meg. Úgyhogy, ha azt gondoljátok, megnézitek, ha nem, nem. Ezt csak ugye azért mutatom meg, hogy hogyan működik élesben is, hogyan működnek élesben is ezek a rakéták az én beállításaimmal. Természetesen, tehát ez lesz neki a lényege. Na hát köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hát mindenkinek jó gyakorlást. Szerintem én így az alapokat átadtam, tehát erre majd már fogtok tudni építkezni továbbiakban, hogy mit hogyan kell beállítani. Ha valakinek van valami észrevétele, nyugodtan írja meg kommentbe, vagy hogyha valaki valamit jobban tud, majd pedig biztos, hogy az régebbi játékosok jobban ismerik akár az F14-et is, nyugodtan megírhatjátok, hogy én is okosabb legyek. No, tehát köszönöm szépen a figyelmet, és mivel ugye december vége van, tehát 30-a, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok. És hát akkor hajrá 2024. Sziasztok!
1 o'clock roll. Shit, we've been hit! Oh, we took some heavy damage! Roger. We've got a bandit, 055, 73 miles. You got it. Roger that. Got a bandit, brah. 050, 66 miles. Sure. I got nails on her nose, 12 o'clock. Roger that. There is a bandit, brah, 040, 8 miles. Bandit, fish bed, 12 o'clock, 2 miles, 410 knots. Spike, 12 o'clock. Splash, 4 o'clock. Splash. 4 o'clock high, 470. Not able. He's coming right, man. 410. 5 o'clock high. 450.
280. 230 knots. On a 6, keep it up. Passing 260. Spike, 2 o'clock. Passing 310. 1 o'clock low. There's 360. 5 o'clock. Speed 420. There's 500. Shit, he's on a 6. Time for that pilot shift. Splash. 560, just a little fast. Missile missed. The bandit is down. 5 o'clock low. Almost going ballistic. 530. 8 o'clock high. He's coming right. Showing 570. He's on our 6. Let's get rid of him. Jesus. 8 o'clock low. Speed 380. Watch it. 6 o'clock. 6 o'clock. Coming left. Passing 220 now. 7 o'clock high. He's coming right. Okay, man. 170. We're getting slow now. Way too slow, man. Way too slow. 7 o'clock high. He's coming left. Must go faster. Faster. Must go faster. 3 o'clock low. Let's pick it up. We're at 110. 200. 12 o'clock. You got it. Fuel Joker. Passing 230 knots. Send us. 1 o'clock high. 250. 190 knots. Light him up. He's right in front of us. Speed is 160. Unable. 12 o'clock low. 230 knots. Okay, there's 260. Shoot him, shoot him. There's 300. Not able. 12 o'clock high. Not able. 240 knots. Line him up. He's right in front of us. Whoa, whoa, whoa. 2 o'clock. Okay, there's 280. 7 o'clock. He's coming right. Spike. 6 o'clock. Speed is 330. He's on a 6. Fuel bingo. 360, 370. Copy that. 330. Jettison bags. Bandit is going down. All right, 520 now.
There's 550. We're not racing, pal.